Javában zajlanak a foápolási munkálatok Nagykanizsán is környékén. A Netta Pannónia Kft. Szakemberei a téli időszakban előre ütemezett terv szerint végzik a fanyesést, valamint az előregedett, veszélyes fák kivágását. Folyamatosan dolgoznak a társaság munkatársai a Via Kanizsa ZRT megbízásából, hogy a fákat legaljazzák, az elpusztult, leromlott állapotú növényeket pedig kivágják. Egyéb esetben olyan gondozási teendőket végzünk el, amit vagy a fa maga, a fa állapota kívánja meg, vagy pedig ügyfél, tehát lakossági kérésre tesszük ezt a beavatkozást. Ezek nem mindig szerencsés beavatkozások, de próbálunk azért olyan középutat találni, hogy a növény is megmaradhasson, és a lakosság is megelégedett legyen. Párhuzamosan több helyszínen végzik a feladatokat, beleértve a külső városrészeket, így Sánc, Miklósfa és Kiskanizsa utcáin is. Az érintett területeken kisebb útlezárásokra, forgalomkorlátozásra lehet számítani. Bizonyos esetekben szükséges közlekedés átvariálására. Általában ilyenkor a kosaras autót vagy a dolgozó kollégákat körbebolyázzuk. Előfordul, hogy ők maguk irányítják a forgalmat is. Arra kérjük a lakosságot, hogy fokozott figyelemmel és megértéssel, türelemmel legyenek az ilyen esetekben. A cég a munkák nagy részét már decemberben elkezdte, és legkésőbb február végéig a vegetáció beindulásáig be is fejezi. A kivágott fák helyére a későbbiekben új csemetéket ültetnek.